Nem szeretnénk kitenni veszélynek a szekszárdiakat. A kormány döntése alapján rendkívüli döntéseket hoztak meg Szekszárdon is. A Babits Mihály Kulturális Központ a mozi kivételével valamennyi programját törli, így a civil szervezetek rendezvényei, próbái is elmaradnak a házban, csak úgy, mint a tervezett színházi és egyéb előadások, valamint nagyobb rendezvények. A városnak ebben az esetben az a dolga és kötelessége, hogy végrehajtsa azokat az utasításokat, amelyeket az operatív főhős meghozott. Ennek megfelelően nagy rendezvények elmaradnak a városban. A március 15-i ünnepséget is csak egy televíziós felvétel erejéig rendezik meg, amit majd a Tónatáj televízióban és a közösségi oldalakon lehet megnézni. A legfontosabb az volt, hogy a vírus terjedését valamilyen szinten itt helyben is próbáljuk megakadályozni. Ugye ez azt jelenti, hogy a szabadtéri 500 fős, a zártéri 100 fős rendezvényeket el kell halasztani. Most ebből a szempontból a Babits Kulturális Központ különös helyzetben van, hiszen nagyon sok olyan rendezvény zajlott és zajlik most is, amelyek ezen létszám fölött vannak. Úgyhogy most március végéig tulajdonképpen a meghirdetett rendezvényeket elhalasztjuk a Babits Kulturális Központban. Ez egyelőre közel 300 program lefújását jelenti. A produkciók egy másik időpontban jó részt meg lesznek tartva, amelyik produkciókkal nem tudunk egyességet kötni, ott pedig természetesen jegyárakat vissza fogjuk fizetni. Ennél többet egyelőre az információs pultokban ülők sem tudnak mondani, ezért az intézmény arra kér mindenkit, hogy ilyen jellegű kérdésekkel most még ne keressék őket, nem fognak tudni válaszolni. Az országos veszélyhelyzet kihirdetésével a városvezetésben is változások állnak be. Vannak bennünk kételyek, ugye nekünk most egy speciális helyzetünk van, hiszen a városnak még nincsen költségvetése. A veszélyhelyzet azt jelenti tulajdonképpen, hogy a közgyűlés nem ülésezhet, és a polgármesternek kell minden döntést meghozni. Az egy költségvetés nem tud elfogadni szerintem a polgármester, úgyhogy most állásfoglalást kértünk a kormányhivataltól, pénzügyminisztériumtól, hogy ebben a helyzetben, amikor nekünk egy ilyen speciális helyzetünk van, mi a helyes eljárásmód és megoldás. Bízom benne, hogy végső esetben a költségvetés a 15-i határidő előtt elfogadásra kell, és akkor legfeljebb utána majd módosítja a többség, hogyha úgy gondolja, hogy ez szükséges. A polgármester ugyan összehívta a közgyűlés csütörtökre, hogy legyen lehetőség dönteni a költségvetésről, miután a hivatal felettes szervei egyelőre nem erősítették meg, hogy a közgyűlés nem ülésezhet. Az ellenzéki Éjjel-Szekszárd frakció tagjai nem vettek részt az ülésen, így az határozatképtelen volt. A mostani helyzetben az is elképzelhető, hogy a polgármester egy személyben fogadja majd el a város költségvetését, amit a testület majd csak akkor tud módosítani, ha visszaáll minden a régi kerékvágásba.